alapvetően ez az egész digitális világ, az internet, az maga a globalizmus infrastruktúrája, ha így tetszik. Ugyanakkor a legjobb eszköz arra, hogy mondjuk egy olyan nemzeti közösség, mint a magyar, az erősítse az identitását, a kapcsolatrendszerét, hiszen úgy is el tudnak érni magyarokat más közösségekben, hogy az szorványban él, hogy az a világ a másik pontján van, még az időzónájában is pont az ellenkező végletben. De a digitális tartalmak, a digitális kapcsolatrendszer, ez a, ennek a háttérnek az okos használat nemzetpolitikai célok elérés érdekében a legjobb lehetőség. Ön mit gondol, miért fontos az okosváros intelligens fejlesztések, illetve a digitális kampusz? Én alapvetően ezt a felhasználók oldaláról közelítem meg. Legyen felhasználó barát, könnyítse meg az életet, tegye egyszerűbbé a dolgomat. Tehát, ilyen értelemben van mit csinálni, mert itt tudom, ott van a mindenki által használt Neptun rendszer, ugye az egész felsőoktatás ezt használja, azért azon van mit javítani. Úgyhogy a lépés jó, sokat kell még fejleszteni, hogy ez tényleg jól működjön. Ugyanez a digitális város, digitális egyetem kapcsolatrendszer. Hiszen világos mondjuk Debrecen. Amit a város csinál a digitális térben, az az egyetemistákat is szolgálja, illetve az egyetem fejlesztését, például az egészségügyi ellátás terén nyilvánvalóan a debreceneket is szolgálják, hiszen a város kórháza az maga a klinika. Úgyhogy ebben az értelemben inkább az odafigyelés, az összehangolás, és még egyszer a felhasználói igények maximális tiszteletben tartása a kiinduló pont. Az előadáson is elhangzott, amiben igazán én hiányt érzek, az már nem is az eszközök használata, vagy a digitalizáció terjedése, vagy ennek az infrastruktúrának a készségszintű ismerete. Ez főleg a tapasztaltabb korúaknál is jelentős részük fenn van az interneten, a Facebookon, nézi a hálózatokat. Ahol még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnünk, az a forráskritika, a tartalomelemzés. Tehát, hogy mert ugye azt lehet tudni, hogy azért a tartalmak fele az egész digitális térben azért az nagyon erős kritikával illethető, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. És hát, hogy ismerje fel a valódi tartalmakat, meg a forráskritikát, hogy kell alkalmazni, az abban nagy hiányok vannak, azt még azért erősíteni kell.